Az Ápolás ezer arca címmel került megrendezésre december 1-én 60-ban, az az ápolás szakmai nap, melynek házigazdája az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet egészségfejlesztési irodája volt. A fórumnak a Grassalkovics Művelődési Ház adott otthont. Én már 6. alkalommal rendezi meg a 60-i Albert Schweitzer Kórház ezt a rendezvényt, aminek nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és a Magyar Ápolási Egyesület, illetve az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közös szervezésében, illetve együttes koordinálásával szervezzük meg ezt a rendezvényt. Heves megye összes egészségügyi intézményéből érkeznek az előadók is, illetve a résztvevők, aminek nagyon-nagyon örülünk, tehát minden Mátraházáról, Parádfürdőről, Gyöngyösről, Egerből, 60-ból itt találkozhatnak a kollégák egymással. Ebben az évben igyekeztünk a lelki egészség köré szervezni a programot. Ez egy nagyon-nagyon fontos cél. A 60-i kórház dolgozói nagyon nagy számban vesznek részt az előadók között is, vállaltak részt az előadásokból. Egyébként nem csak itt, hanem azt kell, hogy mondjam, nagy büszkeséggel tölt el, hogy az ország számos pontján konferenciákon szerepelnek a szakdolgozóink, kollégáink különböző előadásokkal, szakmai munkákkal, és hát itt a résztvevők körében is azért zömmel a 60-i kórház dolgozói vesznek részt, de például Egerből is buszt indítottak, egy nagy busszal jöttek, úgyhogy számos résztvevőt köszönhetünk onnan is. A 60-i kórházban is most megnyílt a lelki egészség központ. Ez egy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert az országban nem sok ilyen iroda nyílt az egészségfejlesztési iroda mellett. Köztudott, hogy nagyon sok fizikai betegség probléma oka az lelki eredetű, és úgy gondolták, az ágazatpolitika is úgy gondolja, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni már abban a szakaszában, még mielőtt konkrét fizikai betegségé alakulna, tehát ez is egy egészségmegőrzés, betegség megelőző programnak a része, és erre fűztük fel a mai napot. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 3200 fős tagsággal rendelkező Heves megyei szervezetének céljai között szerepel a tagság szakmai ismereteinek bővítése is. Ebben az évben nagyon sok szervezésünk volt. Ez a 60, ez már rendhagyó, mert az évvégi utolsó rendezvényünk közé tartozik, de az ápolók nemzetközi napja alkalmából egy tudományos előadás és megemlékezés volt, díjakat adtunk át Egerbe, ahol szintén egy 350 fős részvétellel kongresszusokat támogattunk, konferenciákat támogattunk, sőt, hát nagyon sok szakmai versenyt rendeztünk, és azt el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a Heves megyei csapat nyerte az országos szakmai versenyt. Ugye ez nagy sikernek számít. Az 1989-ben alakult országos lefedettségű, 5000 fős tagságot számláló Magyar Ápolási Egyesület is folyamatosan szervez ilyen és ehhez hasonló szakmai rendezvényeket. Vannak tematikus továbbképzések, amikor kiemelünk egy-egy fő témát, de ezek leginkább az egyesületünk profiljából adódóan a szakmai szekcióinkhoz kapcsolódnak. Csak példaként tudom említeni, hogy az elmúlt héten volt a szülésznő, védőnő, gyermekápolói konferencia, amiben szintén társszervező volt a Magyar Ápolási Egyesület. Ugye ez a szülésznők és a gyermekápolóknak nyújtott célirányos szakmai lehetőségeket. A szakmai fórumon a Magyar Rákellenes Liga is képviseltette magát. Vörös Marti Attila, az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet ápolási igazgatója, Barkóczi Erikával beszélgetett, aki saját érintettsége okán csatlakozott a szervezethez. A lelki egészséget középpontba állító ápolás szakmai nap résztvevői 12 előadást hallgathattak meg, többek közt a sérült gyermekek fejlesztésében alkalmazott állatasszisztált terápiákról, a hallássérültek kommunikációs nehézségeiről, az autista gyerekek segítéséről, vagy a magyar egészségügyi dolgozók körében is tapasztalható kiégésről és annak feloldásáról. Miből ismerhettük fel az, hogy a kiégés útjára léptünk? Valakinek minőségérzése,
kiábrándultság, a reménytelenség, menekülés a falak előtt. Itt sokszor elég gyakran betegállományba mennek a kollégák. Tartós energiaveszteség érzése, ingerlékenységek, képtelenség koncentrálni a munkahelyén, elszemélytelenedés itt a kollégákkal és a betegek iránt, fizikai tünetekben felfájás, emésztőrendszeri zavarok alakulhatnak ki, alvászavarok léphetnek fel, saját egészségét elhanyagolja, érzelmi kitörések alakulhatnak ki, itt a düh és a sírás rohamak esetleg, vagy vállat okozva túl jókedvű egyik pillanatban, másik pillanatban valamilyen felhúzza magát. Cinizmus, eredménytelenség, dravatlanság a munkatársak vezetőséggel szemben, és odaértem attól függetlenül a túlzott alkohol, koffein, gyógyszer és illetve a dohányzás. És hogy hogyan tovább? Mindenképpen fontos, és a legelső a megelőzés. Hogy hogyan előzhetjük meg magát a kiégést. Fontos, hogy nem csak az egyénnek kell változtatnia és átalakulnia, hanem a környezetének is, a munkahelyének is figyelembe fel kell figyelni, hogyha valaki esetleg ezeket a tüneteket, vagy valamelyik stádiumában is felléphet. Itt írtam egy jó pár dolgot, de ez olyan sok, attól függetlenül. Motiváció, a személyi fontossága és jelentősége a munkahelyen, szakmai fejlődés lehetősége, munkahelyi támogató segítségek, megbeszélések, esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések, konzultációk, ugye szabadságolás, hogy megkapja mindenki a neki járó szabadságot, esetleg akkor, amikor ő szeretné, anyagi elkerülési megbecsülések érzése, túlterheltségek elkerülése, csapatépítő tréningek, személyes motiváció felülvizsgálata, megfelelő munkaidő, túlórák csökkentése, sikerekre koncentrálás, és a munkahelyen kívüli támogató kapcsolatok, és ez a relaxációs gyakorlata. És vannak ugye kezelések, mikor már abban a fázisban kerülnek, ahogy már valami segítséget is igényelnek, de pszichoterapeuták, autonóm tréningek, gyógyszeres kezelések, esetleg utolsóban bankaterület váltása, ha már semmiképpen nem tudunk a kezelésekkel javítani. Őszíné Kocsis Katalin, képi kifejezés pszichológiai szaktanácsadó, egy esettanulmányon keresztül mutatta be a művészetterápia gyakorlati alkalmazását a pszichiátriai gondozásban. Az esettanulmányban egy 39 éves nőbeteg betegségén keresztül szeretném mindezt megmutatni. Ő 2008-ban került először a szakellátásban, tehát 31 éves korában, munkahelyi túlterheltség miatt. Rosszul lett a munkahelyén, nem mert kimenni az emberek közé, csökkent a munkabírása, a teljesítménye, feszült volt folyamatosan. Ő egyébként egy maximalista önmagával szemben, alacsony önértékelésű, állandó bizonyítási és önvád jellemzi. Egy nagy vállalatnál dolgozott irodai beosztásban, és mellette pedig főiskolára járt. A problémák kezdete tehát 2008-ra tehető, ugye, amint említettem, a munkahelyén kezdődtek elsősorban a problémák, egyre nagyobb megterhelésnek van kitéve, mivel jó szakember a területén, ezért, mint nagyon sok munkahelyen, ugye, aki jó, azt terheljük még jobban, hát ez itt is kijött, és egyre több feladatot kapott, aminek egyrészt nagyon örült, mert elismerésnek érezte, de másrészt viszont fizikálisan és mentálisan ezt már elég nehezen bírta tolerálni. Így rengeteget túlórázik, ez mellett készül természetesen az államvizsgájára, amit egyébként mivel teljesítményorientált, kitűnő eredménnyel tett le. Közben otthon is maximálisan próbál teljesíteni, maximálisan próbál feleség és anya lenni. Hát ez nem feltétlenül sikerül számára, úgy érzi. Kevés időt tud kisfiával tölteni a rengeteg túlóra miatt, és felmerül benne az a kérdés, hogy ő rossz anya. A művészetterápiát illetően, ugye már Gyöngyösi Kórházban elkezdődik az együttes munkánk, ennek előzménye egy rajzteszt, amit ugye más célból vettem fel a hölgyel,
de ennek kapcsán kiderül, hogy bár végülis utolsó rajzi élménye az szinte általános iskola, középiskolára tehető, viszont kedve van a rajzoláshoz, tehát tetszik neki ez a kifejezési forma. Annak érdekében, hogy megtartsuk ezt az érdeklődést, és ne az legyen, hogy ha nem tudom kirajzolni, megrajzolni azt, amit én itt bent látok, és nem tetszik, amit a papírra kivetítek, akkor inkább ott hagyom az egészet. Ezért inkább a mandalákkal kezdtük a rajzolást, hiszen az egy olyan forma, amit azt gondolom, hogy mindenféle rajzi képzettség nélkül mindenki tud rajzolni és használni. A stresszel való megküzdés az egészségügyben címmel Tegzéné Fodor Ágnes, a 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet pszichológusa tartott előadást. Amit nagyon szeretnék kiemelni, ugye ez a pszichoszociális stressz, ami, hát ugye szoktuk mondani, hogy emberekkel foglalkozni az egyik legnehezebb feladat, és ez valóban így van, és különösen nehéz olyan emberekkel dolgozni, akik krízis helyzetben vannak. És hát ugye akinek az egészsége veszélybe kerül, az bizony krízis helyzetben van, és nagyon érzékeny, nagyon könnyen félreér bizonyos dolgokat, és általában negatív irányban értik félre a különböző környezeti jelzéseket. Tehát pont az egészségügyben kiemelten fontos lenne az, hogy a kommunikációt fejlesszük. És valamiért ez mégis úgy gondolom, hogy elhanyagolt terület, nem tudom, hogy jól gondolom-e, pedig nagyon nagy szükség lenne rá, mert ugye én osztályokon dolgozom fekvőbetegekkel, az idő nagy részét mindenféle osztályokon töltöm, és bizony sokszor derül fény olyan esetre, hogy a beteg elpanaszolja nekem, hogy az orvos ezt és ezt mondta, és akkor kiderül, ahogy úgy belemegyünk mélyebben a témába, kiderül, hogy félreértett bizonyos dolgokat, és esetleg rossz szándékot feltételez, vagy azt gondolja, hogy nagyon súlyos az állapota, mert ugye az orvos, vagy mondjuk az ápolónők, tehát az egészségügyi személyzet, ugye elmondja a szakszövegét, és hát a beteg ebből ugye nem mindent ért, és ugye ha nem értjük 100%-ig ugye, amit hallunk, akkor bizony könnyen kiegészíthetjük a fantáziánk segítségével, és ugye ha krízis helyzetben vagyunk, akkor bizony negatív irányban értelmezhetünk félre bizonyos információkat. A közel 200 fő részvételével megtartott továbbképzési nap a lelki folyamatok kezeléséről szóló előadások mellett az ápolási szakdolgozók számára lehetőséget biztosított akkreditációs pontszerzésre is. Minden egyes szakmai fórum ad valami pluszt. Ha csak egy mondatot, egy gondolatot, azt már haza tudják vinni azok az ápolók, azok a szakdolgozók, akik ezeken a szakmai rendezvényeken részt vesznek, és hogyha azt elmondják azoknak a kollégáiknak, akik nem voltak itt, és alkalmazzák a mindennapi betegellátásban, akkor már óriási eredményt értünk el.